akkor... Akkor elkezdjük a mai napot. Ugye sok szemben országáért alapítványnak a szabadértelmények a nyílt napján vannak, ugye a szemben a szabadértelmények nyílt napján, amitől gyakorlatilag ugye 5 évvel ezelőtt volt szerencsém alapítani, nem volt nehéz, nem, de az alapítványnak az elnök én, vagy melyik alapítottam, és akkor nyilván az elnök. És azokban az egyébként egy kicsit szomorú is vagyok, egy kicsit örülök is. Tudjuk, most egy héttel ezelőtt Győrben volt nyílt napunk, és külön kellett az a szép olyan érdeklődés volt, viszont Veszprémhez képest azt mondom, hogy sajnos már ez a terem terve van, de azért még több hallgatót elvinnek. Egyébként úgy szokott megérteni az egész, minden kifejezve az egész előadás folyamat általában közepén szoktak az emberek tényleges létszámok elfelejtésnek. Most egy óra van, egy óra múlt, nem is igen szerencsés, mert ugye az elvéhez nagyon közel vagyok, viszont képtelenek voltunk alkalmazkodni, mert a teremnek ezt csak 6 óráig kapjuk meg, és mindenről valamit nem tudja eltérni. Most magának a szabadértelmeknek a célja kettős, az egyik valójában két szak is van. Az egyik az a magyar műveltség szak tulajdonképpen, ami tulajdonképpen azért jött létre, hogy az egyetemi oktatásból nagyon sok minden kimaradt. Most vagy politikai okok miatt, vagy pedig amiatt, mert nem fér bele az oktatási időben. És egyébként is azt kell látnom, hogy Magyarország ott nem is a fizikai valóságában van baj, hanem a lelki és a szellemi valóságában van baj. És a helyzet az, hogy különböző olyan mozgalmak vannak, hogy szűrjük tele a Kárpát-medencét. Persze nem látom, minél többek vagyunk, de hiába szűrjük tele TV2 zombikkal a Kárpát-medencét, a helyzet ugyanazt van maradni. És arra fölhívnám figyelmet egyébként, hogy most is a Csonka Magyarországon, vagy Kis Magyarországon, mi még többségben vagyunk ellen, és mégsem a mi akaratunk érvényesül.